a figyelem irányítható, és ezzel mi játszunk. Úgy játszunk a figyelem irányításával, ahogy mi szeretnénk. Ezt a magunkon viselt színekkel tudjuk elérni. Stílus tanácsadónál jártunk, ahol színkendőkkel derítettük ki, hogy melyik árnyalatok illenek hozzám leginkább. De ne rohanjunk ennyire előre, előbb tisztázzuk, mit jelent a színtesztelés. A stílus tanácsadás, mint ahogy a saját stílusunk felépítése egy folyamat. Ehhez fontos, hogy tudjuk, milyen színek állnak jól nekünk. Az előnyös színek azok deríteni fogják az arcunkat, tehát minden előnyös tulajdonságunkat ki fogják hangsúlyozni, akár az arcbőrünket, akár a szemszínünket, akár a tekintetünket. Ugye az arc az a... Az arcunk az a kommunikációnk része, illetve így zajlik a kommunikáció. Tehát minél inkább ezt a részt erősítjük, annál inkább saját magunkról kialakított képet erősítjük. A következő része pedig egy alkatelemzés, amikor is a megfelelő árnyalatokat összegyúrjuk az alkatunknak megfelelő szabásvonallal. Ez még mind a tanácsadás része. A folyamat következő része pedig egy gardróbrendezés. Amikor a tanácsadáson tanult elméleti dolgokat ugye átültetjük gyakorlatba, az azt jelenti, hogy végignézzük nagyjából a gardróbnak a tartalmát, nyilván nem minden egyes darabot, de olyan szetteket állítunk össze, amiről az ügyfél sosem gondolta, hogy ezek például működnek együtt, akár a szabásvonalat tekintve, akár a színeket tekintve. A következő lépés már a közös vásárlás, amikor is a hiányzó darabokat, amit megállapítottunk a gardróbrendezés során, ezeket be fogjuk szerezni egy meghatározott lista alapján. Tehát ezeket a dolgokat összegyúrva figyelembe vesszük az életvitelt, a munkakört, a szabadidő eltöltését, tehát az, hogy a nap 24 óráját milyen helyszínen töltjük, ez nagyban befolyásolja azokat a darabokat, amelyeket viselni fogunk, vagy viselni tudunk. Amikor is megállapítjuk, hogy a 12 színtípus közül ki melyik típusba fog tartozni, akkor egész évben ezeket a színeket kellene viselnie. Nyilvánvalóan a téli időszakban, amikor sár van, olvad a hó, akkor nem szeretünk nyakig sárosak lenni. Ezért deréktól lefelé például viselhetünk nyugodtan sötétebb színeket. De azt, amit az arc közelében viselünk, annak mindenképpen a legelőnyösebb árnyalatnak kellene, hogy legyen, hiszen ez fogja deríteni az arcunkat. Tehát az arc a kommunikáció középpontja. Ezt kellene fókuszba helyezni, és ez a legfontosabb. Hiszen úgy születtünk, hogy a pigmentek egy bizonyos harmóniájával. Ebben mi próbálunk beleavatkozni, egy nem megfelelő rúzzsal, sminkszínekkel, ékszerekkel akár, tehát az sem mindegy, hogy valaki ezüst vagy arany ékszereket visel, illetve egy nem megfelelő hajfestéssel. Azt gondolom, hogy ez a legutóbbi, az, ami a leggyakoribb. Tehát egy nem megfelelő hajszín. Ha valaki változtatni szeretne az életén, mert úgy érzi esetleg, hogy már unalmas az a hajszín, vagy változtatni szeretne, vagy egy válsághelyzetbe került, akkor talán a legelső dolog az, amikor a frizurához nyúl. Nem a ruha teszi az embert, vagy mégis? Az, hogy mit viselünk, a szakértő szerint meghatározza a mindennapjainkat. Nem csak a munkában, a magánéletben is. A szakember szerint nem az a fontos, hogy a legaktuálisabb trend darabjait viseljük magunkon, hanem hogy megtaláljuk a stílusunkat, a színeinket. Ekkor lehetünk harmóniában önmagunkkal. Ez azért fontos, mert aki annak a tudásnak a birtokában van, ami itt könnyen elsajátítható, az olyan előnyökhöz jut, olyan előnyre tud szert tenni, mint senki más. Az egyik a munkához szükséges hitelességnek az erősítése, tehát ez a munkakörtől függ, a másik az a magánéletben. Tehát nincs olyan ember, akinek a magánéletben ne lenne az fontos, hogy kapjon visszajelzéseket, az önbizalmát erősítse azzal, hogy a magabiztos megjelenés után, az maga után vonja a környezetből érkező dicséreteket, ez pedig hatással lesz az öltözködésére. Ez úgymond egy ördögi kör. Na de most vissza a színteszthez. Kiderült, hogy teljesen alkalmatlanul érkeztem, ezért volt szükség a lecsupaszításomra. Fehér pólót kaptam, erre egy másik fehér leplet. A hajamat hátra kötöttem, ugyanis csak az arcomra volt szükség. Első körben akkor nézzük meg a fehérnek a négy árnyalatát, ami egy-egy évszakot jelképez. Ezeket most
az arcod elé fogom helyezni, és egy pár másodperces különbséggel fogom ezeket levenni, és meglátjuk, hogy milyen hatást fog kiváltani az arcod, tehát milyen fizikai hatást. Ezután jött a többi szín. Többek között a fekete, amit bevallok, nagyon szeretek, de mint kiderült, nem az én színem. Ettől nem fog sugározni az arcod, ettől nem ragyog az arcod. Már a feketéhez képest, pedig ez egy sötét éjkék, már azért változás van. És ugye mennyivel derűsebb lett az arcod? Tehát ebben nagyon komoly vagy. Nagyon komor. Megtaláltunk tulajdonképpen egy kakukk tojást. Ez az univerzális kék szín, vagyis egy ilyen középkék, ami mind a hideg, mind a meleg határán található. És ez az az árnyalat, a kéknek ez az az árnyalat, ami mind a négy színtípusnak előnyös. Tehát ez lehet egy bázis ruhadarab, akár blézerben, szoknyában, nadrágban, ruhákban, és ezeket lehet, vagy ezt lehet kiegészíteni egyéb más színnel. Tehát ez egy olyan nyugalom, egy olyan bázis darab, amire nyugodtan lehet építkezni. Persze az sem mindegy, hogy mekkora felületen viseljük az adott színt. Különböznek a színek, az árnyalatok, hogy van jó, jobb és legjobb, és vannak, amik kisebb felületen érvényesülnek igazán, és azok lesznek előnyösek, és vannak, amelyek nagy felületen is akár viselhetők az arcod közelében. Tehát azok lesznek a legjobb árnyalatok. Ami kisebb felületen, azok olyan, hát, azokkal úgy lehet úgy barátkozni, de nem biztos, tehát amikor a legjobb formádat szeretnéd hozni, akkor biztos, hogy a legelőnyösebb árnyalataidat kellene használnod. Egyébként pedig nyilván, hogy a ruhatárunk nem csak a legelőnyösebb árnyalatokból áll, ezt fel lehet dobni akár egy megfelelő ékszerrel, amit ugye az arc közelébe helyezünk, vagy egy kendővel, egy kitűzővel, tehát bármilyen olyan kiegészítővel lehet ennek az élét tompítani, vagy akár, ha egy nagyon visszafogott árnyalat, azt lehet erősíteni azzal, hogy egy sokkal neked megfelelőbb, sokkal élénkebb akár árnyalatot használunk, hogyha ez egy túl visszafogott például. És kiderült az is, hogy olyan színeket is lehet párosítani, amire sosem gondoltam volna. Például akár egy univerzális kékkel. A zöldet. Igen, a zöld a fű és kék az ég. Aztán kiderült, hogy hideg nyár típus vagyok. Kaptam egy tablót, melyen azok az árnyalatok szerepelnek, amik hozzám passzolnak. A vezető szín tulajdonsága ezeknek az, hogy hideg színek, tehát amiben kékeseket, lilásokat látunk, és az alapja ezek a kékek, lilák és szürkék. A színeknek pedig főleg ebben a komor időben felértékelődik a jelentősége. Nem csak a viselőjére, hanem annak környezetére is hatással van. Megfigyelhető, ahogy szeptembertől, tehát ősztől elkezd egyre hamarabb szürkülni, úgy az emberek kezdenek a ruházkodásban is erre hasonlítani. Tehát elkezdődik a szürke, a fekete és a barnák korszaka. És ilyen sötét árnyak indulnak el az utcákon, amikor is ugye olyan, mint egy ilyen temetői hangulat. Én azt mondom, hogy ha rossz kedvűen ébredtünk, ha rossz a kedvünk, ha az időjárás nem kedvez tényleg, és ez nagyon befolyásol bennünket, éppen ekkor lenne kötelező színeket használni. Hiszen a színeknek olyan pszichológiai hatása van, amelyek befolyásolják a hangulatunkat, az életérzésünket. Tehát akkor, amikor az időjárás mondjuk azt követelni meg, hogy szomorkás a hangulat, szomorkás az időjárás, akkor próbáljunk meg ennek ellenére színeket használni. Hiszen ezek hatással lesznek a környezetünkre, a mi hangulatunkra is. A stílus tanácsadó a jegyes párok figyelmét is igyekszik felhívni erre, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen árnyalatot választanak. Erre hozta létre ezeket a többszínű próbaruhákat. Mind a fehérnek, mind a pirosnak vannak különböző árnyalatai. És ezek az árnyalatok fogják azt megmutatni, hogy akár lehetünk 10 évvel fiatalabbak vagy öregebbek, de tudja deríteni az arcunkat, vagy lehetünk fáradtak, nyúzottak, betegesek,
vagy lehetünk egészségesebbek, vagy egészségesebbnek kinézőek, vagy valóban a saját tulajdonságainkat leginkább ki tudjuk erősíteni, vagy fel tudjuk erősíteni. A változás pedig nem egyik napról a másikra történik. Egy teljes, úgymond változás, vagy változtatás az évekbe is beletelhet. Tehát lehet, hogy egy tanácsadás után én mindenkinek azt tanácsolom, hogy apró lépéseket tegyen. Most ez kinek gyorsabb, kinek lassabb. De az, hogy egy ruhatárat teljesen átalakítson, ez nyilván pénzkérdése is, de nem csak pénzkérdése, hanem egy komoly szelektálás. A meglévő ruhatárból milyen színeket választunk. A színek használata az tulajdonképpen egy önbizalmi kérdés is, tehát mennyire szeretnénk a középpontba kerülni. Ez lehet egyébként naponként is változó, tehát egyik nap szeretnék feltűnő lenni, vagy szeretnék a középpontba kerülni. Szeretném, ha figyelnének rám, mert például olyan a munkaköröm. Más napokon például szeretnék egy kicsit elbújni. Megfigyelték azt, hogy akik élénkebb színeket viselnek, azoktól előszeretettel kérnek útbaigazítást az utcán. Tehát megállítanak egy útbaigazítás kérés miatt. Akik sötét színű ruhát viselnek, és mondjuk feketét például, őket kevésbé. Érdekes, milyen statisztikák vannak.